Történt velem ma valami. Gondoltam, azzal kezdem, ha már úgy ma történt. Annyira nem izgi, de érdekes szerintem, hogy felcsöngettek a kaputelefonomon, és utána nem jöttek fel. De a kutyám meg ilyenkor azt hiszi, hogy jön az egyik barátom, és akkor kiabáltam a lépcsőházba, gondolom valami szórólapos ott intézkedett a postaládáknál, hogy jöjjön már fel, mert hogy itt a kutyám várja. És csak nem jött fel, úgyhogy végül a kínaiból rendeltem egy levest. Nagyon szeretem ezt a csípős savanyú levest. Az volt 3,90, 5,97 kihozta. És akkor egy ezres. Tök jó, hogy így nem kellett aprózni, ebben benne volt a borravaló, a kijött, elment, beszélgettünk. Kutyám is örült neki, csak mondta, hogy siet, mert hogy így rossz helyen áll. De aztán láttam az elki, hogy nem áll rossz helyen, az úton áll. Egyébként nem tudom, hogy megfigyeltük-e. A kutyámról még lesz szó egyébként. 11 éves, én 39 vagyok. Szóval, hogy volt így egy külön szakasz is az életünknek. Ja, mostában sok volt a köd. Az amúgy egy felhő, csak nagyon lent van. Én ezt eddig nem tudtam, csak mondták. Én azt hittem, hogy mivel nagyon sok kocsi volt, ember meg sehol, azt hittem, hogy filmforgatás, és akkor direkt így kikerültem. De aztán másnap már nem kerültem ki, mert mondom, úgyis köd van, tehát így akkor úgyse látszódom. Kedvencem, mikor a GPS kiírja, hogy köd van, az hasznos tud lenni annak, aki nem figyel. Gyere a Duma TV-re! Megújult díjcsomagokkal várunk, reklámok nélkül, bármikor.